Múlt héten hétfőn kezdődött és péntekig tartott az első kalocsai horgász gyerektábor, amit a Miskei úti záportározónál rendeztek meg. Fél kilenckor startolt az első sporthorgász gyermektáboron a gyermekeknek tartandó horgászverseny. Fél kilenctől délig fog tartani. A halak súlya fogja eldönteni, hogy ki fogja megnyerni ezt a versenyt. Az első három helyezett lesz fix díjazott, illetve a legnagyobb hal kifogója. Itt minden hal számít, nem a darabszám, hanem a kifogott súly fog dönteni. A hét folyamán profi horgászok, versenyzők és szakemberek foglalkoztak a tanulni vágyó gyerekekkel. A tőlük elsajátított tudással vetették bele magukat a versenybe a fiatalok. A horgászélmények azok már nagyon sok van, de így a tudást azt igen, azt így szereztem meg. Milyen halat fogtál az előbb és mekkorát? Hát egy tőpontyot és egy 3 kiló 150 dekásat, igen. Összesen 15-en vettek részt a versenyen, közülük a legügyesebbek a jövőbeni horgászathoz használható nyereményeket vihettek haza. Az indulók között egyetlen lány jelentkező volt, ő fogta a megmérettetés napján az első pontyot. Az első díj az egy bark gumicsónak lesz, amit tudnak használni strandon, egyéb helyeken. Tehát ez egy demo gumicsónak, amit horgászok is használnak, csak gyermekméretben, direkt gyerekeknek készítették külön limitált szériában. Ezen felül horgászbotok, etetőanyagok, csalik, sapkák, műcsalik, tehát horgászattal kapcsolatos dolgok. Nem csak az első három legjobban teljesítő gyerek, hanem a többiek is ajándékcsomaggal távoztak a nap végén.